Álljunk meg egy kicsit, tekerjünk most vissza az időbe, kb. 2 napot. Ekkor kaptam egy meghívást Lőrinc Eriktől, hogy szeretnék részt venni a kövi Emprise eventen, ami konkrétan annyiból áll, hogy felmegyünk a hegyekbe hülyéskedni, bulizni, meg minden izgalmas dolgot kipróbálni, amit csak lehet. Szóval én spontán azt mondtam, hogy legyen. Kevesebb mint 24 órán belül, már ott is voltunk a Munteleming hegytetőn Klemivel, Matyival, Erikkel, Noával, aki nem beszél magyarul, de ez remélem nem lesz gond, és persze velem. Az első izgalmas program az egy extrém bujocska, ebben a hatalmas és félelmetes elhagyatott hotelben, amiről egyébként egy külön videó is készült. De a lényeg annyi, hogy abban én vesztettem, és a büntetésem az volt, hogy meg kell fürödjek egy random vízesésnél, úgyhogy a levegő kb. 10 fok volt, akkor képzelitek, hogy a víz mennyi lehetett. Hideg lesz, kurva nagy. Úgyhogy akkor el is indultunk ebben a fancy kocsiban, és hát már csak az odavezető út is nagyon király volt. Megyünk megfagyni. Hogy nézek ki, Jézusom? Erik, te mit csinálsz itt kint? Napozok. Akkor várhatsz. Nem jössz ki te is? Alex, I know. Welcome to the jungle. Gyors, megnézzük, hány fokos a víz. Bár szerintem tök mindegy, hideg. Hány fokos? Nem érzem semmivel. Hát röviden és tömören nagyon fagyos érzés volt. Egyszerűen a légzésemet vette el a víz, annyira hideg volt pár másodperc után. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy légy szíves, ilyen extrémségeket ne próbáljátok ki. Köszönöm, hogy benne voltatok a challenge-be. Nagyon örülök, hogy én vesztettem. Aztán Noah és Erik is volt olyan okos, hogy úgy döntöttek, hogy ők is megmártóznak egyet. Miért nem mész bele? Téli kabátban, 7 fokban ki fog fürdeni? Ott az a két ember. Megvagy én? Átült a tököm! No! God! Please, no! Remélem, miért nem mész le? Csobban nyelvünk. Miért nem csobban? Persze. Meg itt a fázolő. Én annyira jól vagyok, és annyira örülök neki, hogy megnyertem a bujócskát, és nekem nem kellett ebbe részt vennem az egészben. Nem, Klemi, nem lát semmit. Most éppen Klemi neked... Nem, hogyha most mit csinálsz? Képet! Jó van, na, csinálj képet, na! Most bevágom Klemire, hogy milyen vicces kép sikerül. Csináljuk a képeket, panaszkodik, hanem neki vicces kép. Kész! Egyből! Mi van? Abba hagytad a gyógyszert! Nagyon, de nagyon egyedi feelingre keltünk másnap. Konkrétan annyira ködös volt a hegység, hogy ez valami hihetetlen. Egyszerűen olyan sűrű volt, hogy nem lehetett 20-30 métert látni előre normálisan, de ez nem akadályoz meg minket semmiben, ugyanis mentünk e-bike-ozni egyet. Figyeljetek, mert különböző extrém és idióta challenge-ek is lesznek. Most az van, mindenki elment szépen hozni még kaját, van aki vodkát hoz. Már majdnem elcsúsztam itt. Ez micsoda? A hidratáció? Üzemanyag, most jó. De azt hiszed, hogy ha azt megiszod, jobban fogsz tekerni? Nem hiszem, tudom. Első esés! Jó vagy? Na
megérkeztünk valahogy a topra. Nagyon creepy néz ki itt minden, nagyon moody. Nem tudom, ilyen egyedi feelingje van neked, hogy tetszik. Nagyon jó, megszenvedtem én. Úgy nézek ki, mint valami fehér bogár. Hát te itt laksz. Na de akkor miután egyet pihent a banda, Erik már is érkezett a kihívásával. Van egy jó kis challenge utatom vele. Éppen azt várom, mi lehet. Nem egyszerű, mert nagyon szép pocsák, mert jöttünk el. Hát figyelj, láttam mennyire szépek. A challenge nagyon egyszerű lesz. A lényeg annyi, hogy visszafele bele kell menni az összes pocsolyába, és ha egyet is kihagysz, vagy egyáltalán nem mész bele egyikbe sem, akkor otthon meg kell lenned valami félelmetes, misteri kaját. Aki egyet is kihagy, annak muszáj a különlegességet megkóstolnia. És ki tudja, milyen mocsok ennivalók lesznek azok, no a reakciója is szerintem eleget mond. Ez a f***ing brand. Kremi, te az ételt választod? Igen, nem megszól a pocsájákban. Inkább kihányja ember. Tudja, hogy adnak neked valami bálna agyat. Én a gyomromat nem kockáztatom. Akkor összegezve, Kremi, Matyi és Noah a kaját választották, és én meg Erik a pocsolyákat. Ez nagyon vicces lesz. Kő, papír, olló. Én vezek, én megkeve. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolya! Yes! Itt az első pocsolya! Basszus, ez rohadt hideg! Hát nekem már a zoknink fullba lázott egytől. Pocsolya! Második! A számba bement! Jó! Szemem! Itt a negyedik! Ez a... Ha itt mennyi van, te jó! Ez lesz bravo, te jó! Túl hideges! Nem bírom, túl hideg! Hát nem tél a nagyon? Hideg járta, de hogy nézel ki? Jól megszorod, geci! Ha még egy, gyerünk! Minden rám jött! Itt is egy! Nem mondjunk ki egyet se! Mind a kettőbe! Az? Még ebbe is! Azt a rohadt! Mennyi van? Jó, mekkora! Mi a f***? Fölment full az arcomba. Majdnem beleestetek fixen. Az a baj, hogy a tökönben bent van már. És olyan hideg, hogy nem érzem a balherém. Hoppá! Ne légy, ne oda! Erik kihagyott egy pocsolyát! De ezt miért hagytad ki? Ezt elvesztettük. Kihagytam azt a pocsolyát. Lehet, hogy jobb is. Miért szerintem ezt engedd el? Alex, milyen szép a sminked. Köszönöm szépen. Most csináltam. Nem lehetne egy fotót, ahogy így jöttem. Szóval az van, hogy Matyi szeretett volna itt az utcsó bazi nagy pocsajánál egy képet lőni róla, úgyhogy neki futamodtam még egyszer, csak hát a dolgok nem pont úgy sültek el, ahogy gondolnátok. Áj, beragadt. Mi történt, Alex? Beragadt a sáv. Megvan! Jó! De belementem! Lejön az út közre, hagyjad! Támogattuk jobbra-balra a pocsolyákat, de úgy néz ki, hogy neked ennek kell, mert nem mentél vele egybe, amit én látom, és ki tudja még hány, amit nem látja. Igazsághoz beletartozik. Matyi. És a Noah már az elején feladta. És Klemi. Szia kutyát, mit mondasz? Ugye Erik vesztett, igaz? Erik vesztett. Szia, mi a helyzet? Mi a helyzet? Ezek után mindenki lezuhanyzott, és jöhettek is a misteri étel. Majd tahányni kell. Simán. Ezt tudtad el a lányom. Egész életemben erre vártam, hogy rossz kajákat és...
Tehát ha nem akartál sárban fürödni, mint én, akkor ez van. Igen. Szerintem még így van mérete, formája, minek lehet? Még egy kecskének a lomposa. Biztosan meg akarom én ezt kóstolni. A másik meg, ez egyenesen Mexikóból. És ez itt egy Carolina Reaper, a világ egyik legerősebb csípőse. Nyugodtan keressetek rá a Google-ben. Én biztos, hogy nem. Látom, milyen boldogok vagytok. It's the fucking hottest pepper in the world, right? Én visszamegyek inkább, és végigmegyek az összes pocsaján, de ez megold, nagyon megold a lehetőséget. De jó, nem itt elkezdett. Szívesebben megennék valami kutyakaját. Írjátok meg kommentet. Ha? Ne nézzük azt. Ó, nagyon jó, ennyi, ennyi. Csámps, csámps, csámps. Én nem merek oda nézni, hogy ez mi lesz. Ez valami az agya, vagy mi ez? És kitaláltad. Not bad, not bad. Carolina Reaper. Cause I don't wanna f***ing die. I'm trying to talk here. Shut up. I don't care. American English. What's that? Egy jó kis Carolina Reaper. Jó étvágyat. Cheers. Ja, eddig Matyi nem bírja, ti bírjátok. Mm. Azt hittem, hogy később kezdett csípni, de... A gerelding, de... Fuck it. De mi a magad az asztal? Mi a valam? Át kell szellemülni. Lezsibbadt a fél arcon. Ilyet még soha nem éreztem. Mi a f***? Majd... Mit csinálsz, Erik? A hideg elegő. Mi a f***, Magyik? De most jön meg a hatása? Nem tudom. 5 percet kell kibírni. Yeah. Hány percet vagyunk? Mindig nem. Hát, hogy már soha nem fog működni az arcom. Hát pont ezért így meg ezt a szart. Hát azért kell kibírni. Nem szabad, ki kell bírni. De még kimondta, izzad a fél. Le. Tudjátok, mit szoktatok mondani, hogy tőletek tanultam. Amitől nem halsz meg, az content. Én még egyszer nagyon, de nagyon meg szeretném köszönni az Emprise Eventsnek a lehetőséget és a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehettem, és hogy ennyi élményt meg emléket gyűjthettem itt. Ha esetleg ti kedves nézők is szeretnétek ilyen helyekre eljutni és tartalomgyártókkal lógni, akkor kövessétek be az Emprise Events Insta oldalát és figyeljétek a lehetőségeket. És végül, de nem utolsó sorban köszönöm szépen a segítséget Eriknek, Matyinak, Noának és persze Kleminek is.